traktor hangja töri meg a csendet ezen a gyulatanyai burgonyaföldön. Jelenleg az úgynevezett töltögetési munkát végzik a növénynél, amelyet hamarosan a gyomirtózás követ. Az augusztusi-szeptemberi szedés előtt még az öntözési, növényvédelmi és tápanyag utánpótlási feladatokra kerül sor. Azonban az őszi asszály után a tavaszi szárasság sem kedvezett a krumpli kelésének. A zöldség emellett a túlmeleget sem szereti, ennek is volt köszönhető az elmúlt évi termés kiesés. A tavaly termés az valóban egy 40-50%-kal kevesebb volt, de ez nem csak Magyarországon, hanem a Európára jellemző, például Németországban is 40-50%, ami meghatározó a burgonya termesztésben, illetve Lengyelország esetében is, tehát ez európai jelenség a klímaváltozás miatt. Sajnos ugye a burgonya 25 fokon felüli hőmérsékletet már nem nagyon tolerálja, és bizony, hogy július-augusztusban 30 fokon felül, ami még egy nagy szárassággal párosult. Nem csoda, hogy a kevesebb termés miatt mostanra szinte teljesen kiürültek a boltok polcai, már ami a hazai burgonyát illeti. Ennek köszönhetően az ország több importra szorult. A mennyiség mellett ráadásul a minőség is gyengébb volt tavaly. Az árak viszont közben jócskán megúrottak. A KSH februári adatai szerint egy év alatt 66%-os drágulás volt a krumplinál, amit az azóta eltelt időben újabb árnövekedés követett. A mezőgazdaságért felelős miniszter szerint a burgonya helyzeten is segíthet a jövőben a tároló kapacitás növelése és az öntözési infrastruktúra javítása. Azon dolgozunk, a vidékfejlesztés operatív program pályázatai pontosan azt segítették el, hogy tudunk hűtőházakat, tárolókapacitást készíteni, hogyan tudunk minél több feldolgozott terméket létrehozni a burgonyából is, enyhítve a hiányt, ami fölmerült. Nem csak Magyarországon van probléma a burgonyával, hanem szerte Európában kevesebb termett a nagy asszály miatt. Bizony, ezért az öntözést nagyon komolyan kell vennünk, és az a feldolgozást kísérő összes infrastruktúrális beruházást. Ez az a kötelességünk, feladatunk, amiben intézkednünk kell. A Híradónak nyilatkozó gazdálkodó szerint a burgonya ugyan sok törődést igényel, de meghálálja azt. A megfelelő fejlődéséhez jó minőségű vetőmagra, táptalaj előkészítésre és öntözésre van szüksége. Évente egyébként mintegy 30-50 kiló krumplit fogyaszt egy átlag magyar, ez néhány éve még magasabb volt. A hazai ültetőfelület közben jelentősen csökkent az elmúlt 10-15 évben, most mintegy 10 000 hektárnyi az országban.